egyéni formagyakorlat is szerepelt a hétvégén Nyíregyházán megrendezett Medibal országos bajnokság versenyprogramjában. Itt a gyakorló célja, hogy a centrifugális erő segítségével, körkörös mozdulatokkal, ívekkel és spirálokkal az ütőn tartsa a labdát. A formagyakorlatokat zenére mutatja be a versenyző. De a formagyakorlatokon kívül egymás elleni küzdelmekben is összemérhették ügyességüket az indulók. Itt egy pályán egyéni és páros küzdelmekben mérkőztek meg az ellenfelek. Ebben a játékban a cél a pontszerzés, az ellenfél területére juttatni a labdát. A labdakezelése akkor szabályos, ha az elkapás hang nélkül, továbbítása köríves mozdulatokkal, a centrifugális erő kivezetésével ütés nélkül történik. Nyíregyháza a Medibal központjának számít Magyarországon, nem csak a sportág gyakorlása, hanem a versenyek rendezése tekintetében is. Az országos bajnokságnak 12. alkalommal adott otthont a Szabolcsi megye székhely. Csak Nyíregyháza tudhatja magáénak a rendezést. Én úgy érzem, hogy Nyíregyházának ez kuriózuma, mert lassan már nyíregyházi speciális programmá válik. Láthatjuk, hogy az ország hány pontjából érkeztek ide, Győrből, Szegedről, Pécsről. Volt olyan bajnokság, ahonnan még Oroszországból is jöttek, és távoli országokból is. A Medibal nem csupán egy sport, hanem közösségformáló erővel is bír, és terápiás jellege is van, emelték ki a rendezvényen. A kínai eredetű sportág célja, hogy a tai chi lágy körkörös mozdulatainak segítségével edze a testet úgy, hogy elkerülje a sérülést, ugyanakkor fejleszte a szervezet fiziológiás funkcióit és mentális egészségét. A Medibal segíti a tanulók test és szellemi fejlődését is. Amikor a figyelem tartósan irányul a mozgásra, mi soha nem másolással hozunk létre folyamatokat, hanem mindenki elképzeli az éveket, amiket létrehoz. Tehát a figyelme folyamatosan jelen van a mozgásban, lágy körkörös mozgással elindulnak ezek a fajta folyamatok, akkor egyrészt a test ellazul, a figyelem tartósan átirányul a napi problémákról egy olyan folyamat felé, amiben felszabadultság és öröm található, és ez így egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas, érdekes lehetőség az ember számára. Stresszmentesen, teljesítménykényszertől mentesen cselekedni, az emberi képességek teljességében ez lenne a cél, ez a cél hosszú távon, és ebben dolgoznak a fiatalok is, a felnőttek is, a szépkorúak is. Magyarországon 2008 óta van jelen a Medibal, jelenleg 700-800 fő gyakorolja. A Nyíregyházi Országos Bajnokságon több mint 120 versenyző vett részt.